אתה יכול להגדיר רשימו? אוקיי, רשימו? מקטונת, אתה רוזנד מי עשוי רשימו? רשימו? רשימו, אז להתזיק, רשימו, דהית לבשות יש רשימו, אביות, שזה יתוון, איזה זאת יש להתזיק, אתה ברות איזה רשימו, תשע נשע שגרישי, ומייתרם תשע ריסי ודינגנמיין, תעשוי לסע קודם כבר, עולה מתנדון כתס בנצ'ק, נם תודיוק מיק פרישמן, יש רולונג סול, נם תודיוק מיק בגון כל פרפת, איזה דזמין בנדינג, ונזמין רולונג סול. Oké, tehát, hogy nem tudom, valami másfajta definícióm van a Reshimóra, mint a mai napig, és ma minden megújult, minden ugye Reshimóval kezdődik. Igen, ez egy jó jel. Akkor meg tudnád határozni, hogy mi az, hogy Reshimó? Mit jelent az, hogy én egy Reshimó vagyok, hogy én megvalósítok egy Reshimót? Rav, mi van a zigótában, vagy a spermacsebben? Benne van az összes információ, teljes DNS, az összes információ benne van az életéről. Lényegében minden benne van ebben a csetben, a kezdeti csetben, és akkor mondhatjuk, hogy mi van az anyával, akkor az anya mi, akkor csak az ásványokat, meg a melegséget adja, mint a termőföld. Az anya mi? Nem, nem, persze, hogy nem. Mi látjuk, még a gyermekünkön is látjuk, hogy egy fiú vagy lány, hogy hogyan kevert tulajdonságokkal rendelkeznek a férj és a feleség között az apa és az anya, mint beleadja a saját részét a kislányba vagy a kisfiúba. Nem csak az, hogy semmi nem múlik a nőn, csak az, hogy kinövesz-e azt a magot magában. Persze, hogy az anyán is múlik, hogy mi lesz abból. Akkor az hogyan jelenik meg? Az jön az anya méhből, a nőből. És mondjuk azt, hogy mi van akkor, hogyha a házi gazda, hogyha ez nem egy valódi anya, akkor mi történik? Ugye mostan, amikor beültetik másnak a petesejtjét és a zigótát egy kihordó édesanyjával. Tehát itt nagyon érdekes kérdések vannak, akkor mi lesz abból? Tehát itt mi már beleütközünk a felső irányításba. Oké, de most miért is kezdtünk ebbe vele? Miért emelnek? Mindegy. Minden előre meg van határozva, és ez az, hogy ez majd megtörténik. Nem számít. Oké. Roy. Tehát akkor ebben a Reshimóban, amely megjelenik mindegyes alkalommal, akkor van, ami a képességünkre vonatkozik, hogy a csoportot építsünk, hogy befektessünk, hogy cselekedjünk, mi ez mind benne van az információban. Honnan származtál? Te mi ugyanazokkal a barátokkal, ugyanazokkal a csoportban, hogy azokban feltétel közé zuhantál, még a világ teremtésétől kezdve. Ez meg lehet határozom. Azt hiszed, hogy véletlenül vagy itt, hogy hogy kerültél ide pontosan ebben a pillanatban? Miért vagy itt? Ez mind előre meg van határozva. Oké, akkor ez miért van elrejtve szemétől ez a terv? Miért van ez így elrejtve? Te rejted ezt el, hogyan láthatod azt, hogy ezt az integrál hatalmas állapotot, hogy minden hogyan történik az összes Reshimóval, hogyha te nem rendelkezel a vízióval, hogy lássad, te a víziód nem integrál, és hogy kezdjél összekapcsolni a csoport, és akkor mint látod, hogy ez hogyan működik. Oké, amit nem értek, az, hogy amikor egy magot belehelyezünk a termőföldbe, akkor az nem csinál semmit, az összes feltétel neveli ezt magától. Mi nem így vagyunk, persze, mi még nem értjük ezt meg, ugye mi nem növekszünk automatikusan, hanem valóban múlik azon, hogy mi a termőföld, ez valóban függ a külső feltételektől átszalag. Nem csak a nedvesség, a melegség, az ásványok, hanem van egy erő, még a földben is van egy különleges erő, amely ezt befolyásolja. Oké, pontosan ezt kérdezném, hogy ez úgy tűnik, hogy a külső feltételek okozzák a fejlődést, de itt velünk igen, okozzák a fejlődést, a mag fejlődését, amely bennük van. Nem az, hogy ők okoznak mindent, de befolyásolják. Mondjuk azt, hogy a külső feltételek befolyásolják. De nyilvánvalóan a legfontosabb dolog az a mag, hogy a mag hogyan teszi hozzá a saját részét, ez a mi esetünkben.
Oké, tehát a maga ugyancsak reagál, vagy aktívan okozza a fejlődést, vagy csak a külső feltételek? Tehát minden csak a külső feltételek múlik? A viszony közöttük, a kettő közötti viszony. Oké, mivel amikor nézzük az emberi fejlődést, akkor a külső feltételek nem működnek rajtunk, ha csak nem okozzuk, hogy azok működjenek rajtunk, hanem váltjuk ki azokat magunkra. Igen, te azt hiszed, hogy a piciny része az összegyűlik a nagy csomával, ameddig elkezdünk helyesen reagálni. Ez vagy a Tóra útja, vagy a szenvedés útja, de végén elkezdünk reagálni. Valamilyen módon elkezdünk reagálni. Teljesen mindegy, hogy milyen környezetben. A környezet befolyásol téged, és te befolyásod a környezetet, és akkor a kettőtök között egy interakció alakul ki, amely a végén elérünk valamilyen fajta kapcsolatot, egy kölcsönös kapcsolatot, amikor a mértékben mindenki felad a másik fele, ez már egy másik kérdés.